Szép napot, csodálatos életet kívánok minden kedves hallgatónak, fiatalok és idősek, figyeljetek! A műsort Németh-Nyiba Sándor vezeti a 98-as MHz-en a Civil Rádióban. Mint tudjátok, élő legenda, őskövület. Engedjétek meg, hogy egy olyan legendás arcot köszöntsek először is, akit elméletileg nem is kell köszönteni, meghalljátok a hangját, azonnal tudjátok, azonnal beazonosítható, nem lehet összetéveszteni senkivel, nem gondolkodunk, hogy vajon ez most ő vagy nem ő, ezt biztosan tudjuk, hogy ő. Akinek a hangját néhány másodperc ma meghalljátok, az nem lehet más, mint Horváth Charlie, akinek olyan dalai vannak és olyan zenekarokban játszott, hogy Olimpia, Generál, Tátrai Band, meg hát ugye itt van ez a Charlie zenekar, amivel ugye most is mindenhol fellép. És a másik pedig megtévesztő, nagyon rossz lehet ilyen névvel élni, szintén Berkes Charlie, hát ilyen névvel élni, tehát Karcsikám, ez nagyon-nagyon kellemetlen egy ilyen nagy egyéniség mellett. Én megtisztel, hogy így azt találjuk. Na most ezt szándékosan hívtalak össze benneteket. Csak hát, hogy én tudni kell azért Berkes Karcsiról, Charlie-ról, hogy egy legendás basszusgitáros, egy nagyon jó zenész, akiben az a jó, hogy teljesen mindegy, hogy hova dobják le, ő pillanatokat belehallgat a dalokba, azonnal tudja a harmóniát, mindent el tud játszani. Lehet ez country, lehet ez kőkemény rockzene, lehet ez populáris, mindegy, hogy mi, ő ott van a hangszeren. Köszöntelek téged is a stúdióban. Téged kevesebben ismerek, de már ide, hogy téged is megismerjenek. Hát én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást, és hát akkor majd valószínűleg itt elmondunk egy pár dolgot, amire kíváncsiak vagytok. Oké, Csárikám, engedd meg, hogy ezt most 100 kilométeres körzetbe próbáljuk terjeszteni, remélem, hogy 3,5 millió ember között. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, tudom, hogy nagyon sok elfoglaltságod van. Szeretném a legelején megtudni, hogy mikor kezdődött a barátság a zenével? És most belegondolok, ez a rekettes hang, emlékszem rá az én időmben, amikor én fiatal voltam, a tanárok nem igazán ugrottak az ilyen hangra, azt mondták volna, hogy hát ez nem jó hang. És aztán az idő meg meghozta, hogy ez a hang nem, hogy nem jó, hanem egyedi, és ilyen nincs még egy. Most te mit lépsz erre, mire emlékszel vissza? Hát én arra emlékszek vissza, hogy hát a kérdésedre spontán tudok válaszolni, hogy balettintézetbe jártam, és 9 évesen oda kerültem az Állami Balettintézetbe, és ott volt egy nagyon klassz társaság, a általános iskola és a gimnázium is ott volt, és a zeneművészetesek is oda jártak az iskolába, nem a szakmai órákra, hanem az iskolába. Az iskola az 2-kor kezdődött, és nagyon sok zenész volt ott. És hát főleg a Kristóf Gábor, a dugó, aki legendás trombitás volt, hát aki most már kint él Münchenben, most már évek óta, hát ő még annak idején lelépett itt. A legendás Nebuló zenekarnak volt a trombitása, és hát én nagyon beleszerettem az időtájt, hát 47-ben születtem, tehát, és most olyan 9-10 éves gyerekről beszélünk. Az András úton 2 busz ment, és 2 autó volt, tujáztunk, nem olyan volt autó, tehát nagyon szép kis világ volt, nagyon szerettük egymást a mai napig. És mondom, ott jött össze egy olyan galéria, ahol én Dixieland zenét hallgattam, és nagyon szerettem a Szacsmót. Most épp volt egy film róla, a Louis Armstrongot, és én nagyon imádtam ezt a jazzes hangzású ilyen Dixieland zenét. És én akkor elkezdtem trombitálni, és elég jól trombitáltam az időtájt, és elég sokáig használtam ezt a hangszert. És tulajdonképpen így alakult ki a zene iránti csodálatom, és hát nagyon sok baráttal, az Atlas együttes, a Flam Ferivel, akkor még nem Atlas volt, hanem Flamingónak hívták őket, mert Flam Ferencnek hívták. A Somlóval beszálltunk a Flamékhoz ilyen pár ilyen Chris Barber dolgokat játszani, és aztán gimnazista koromban csináltam meg az első zenekart, a Dekkát, aminek Molnár Gyuri, az Omegás volt az egyik tagja, a Fábri Zoli, aki most Houstonban él kint, ő egy artista gyerek volt, olyasmi típusú fiú, mint a Somló Tomi, ő is ilyen zenebohóc, mindenféle hangszerrel játszott, és a Benzon Pityu, akinek nagyon jó cájja volt az időtájt, úgy szoktuk mondani, hogy jó cájja van a dobosnak, akkor jöhet dobolni. De ügyes is volt a Benzon Pityu, és akkor hát
megcsináltuk ilyen szedetvedett használt hangfalakkal, megcsináltuk az első zenekart, ami Dekka volt, és aztán később a Ifjúsági Magazinban le kellett mondani erről a névről, és akkor az Ifjúsági Magazinban volt egy hirdetés, hogy kapjunk valami nevet, mert ezt nem használjuk, ezt a nevet, és akkor tulajdonképpen 1000 nevet felsoroltak. Isten igazából egyik se tetszett, de a Kessler Pali bácsi az Oriba épp olimpia éve volt, és mondta, hogy most úgy is mentek kísérni művészeket, és legyen olimpia évében vagyunk, és akkor legyen olimpia zenek. Hát és így, ezt a kis pipámat szívtam nagyon-nagyon sokáig, míg nem, hát mi is nagyon beszerettünk volna futni, és be is voltunk futva. Nagyon sok helyen lehetett akkor játszani, az összes művelődési házban klubok voltak minden, de úgy Isten igazából áttörést nem tudtam csinálni, mert valahogy kegyvesztettek voltunk, és azok csináltak lemezt, akik csinálhattak. Charlie-kám, te már tényleg a világot bejártad, Magyarországon is annak idején balettáncos voltál, ismert ember vagy, szeretik a dalaidat, elfogadnak, jó ember vagy, nincs veled probléma, nem játszod meg magad. De mégis milyen érzés volt, amikor beléptél a civil rádió területére, és egyszer csak meghallottad már a kávézóban, hogy megszólal a dalod. Erre te mit lépsz? Hát, ez teljesen normális, nem? Ez elvárás. Nem normális, csak ilyenkor mindig az szokott befejezni, most valószínűleg nem nekem játszik, csak hogy véletlenül szól ez a zene, és mondom, hát véletlenül, milyen érdekes, hogy véletlenül szól. Tehát kiderült, hogy a presszos kislány, aki egy fiatal kislány, ő ezt, mármint ő mondta nekem, hogy nagyon szereti az én dolgaimat, és ő neki megvannak ezek a dolgok nála, és föl szokta ezeket rakni. Tudod, Charlie-kám, a hölgyet, tehát, ahogy mondtad, a férfias hangot, szeretik a férfias hangot. Hát, hogy ez jó érzés volt végül is, hogy megtudtam, hogy vannak olyan fiatalok is, akik hallgatnak jó zenét. Hát ez egy frankó dolog. Charlie-kám, én nagyon örülök, tényleg nem csak annak örülök, hogy te egy jelenség vagy és jó hangod van, hanem valóban az a műfaj, az a zene, amit te képviselsz, az méltóság teljes. Soha nem felejtem egyszer, nagyon-nagyon régen, még akkor, mint sportoló voltunk egy ilyen valamilyen rádiós műsorban, valami kihelyezett, mit tudom én, hol találkoztunk. Soha nem felejtem el azt, amikor te elkezdted ecsetelni azt, hogy te mennyire ellene vagy a playbacknek, mennyire ellene vagy a, ami nem élő. És ott annyira szimpatikus volt nekem az, hogy te tényleg egy szülő atya vagy annak, hogy itt élőbe történjenek a dolgok, hogy nem adod el a lelked, nem változtatsz azt a stílusodon, az úgy jó, ahogy van. Ez nagyon nagy dolog, Charlie. Hát boldog vagyok azért, hogy ami van, tehát boldog vagyok, hogy szeretnek az emberek, és te két nagyon fontos dolog szükséges véleményem szerint ez az egész dologhoz, hogy ember tudjál maradni, és én tudom, hogy honnan jöttem, és azt is érzem, hogy még az arra kis megmaradt időre hova tartok. Tehát, ahogy mondtad, nem adom el a lelkemet mindenféle hülyeségbe, és mindenféle felesleges ilyen promóciós dolgban, nem, és különböző ilyen újság, és minden, nem akarok részt venni ilyen felesleges celebek történetekben. Jó, nem tudom, hogy tudod, de hogy az idő, az idő az. Hát de remélem, tudod, hogy jó helyen vagy. Civil rádióban, itt élő igen, zene, mondom, szóval, minőségi zene, jazz szól, múltkor is, tudod. Múltkor is voltam itt nála, és nagyon jól dumálgattunk, és nagyon jól beszélgettünk, és örülök, hogy itt lehetek. És hát már addan idegeskedtem. Vagyunk, és hát figyelj, zenéről beszélünk, és hogy általában arról, hogy szoktunk beszélgetni, hogy összejövünk a barátokkal és a zenészekkel, hogy hát örüljünk, hogy vagyunk, és még van lehetőségünk ebbe a világban, mert szóval sajnos celeb világ uralkodik, és én arra nem vagyok kíváncsi. Az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok, ahol nincsenek celebek, ahol ketrecharcosok, utcai harcosok, kőkemény zenészek, vikidálgyulák vannak, Varga Miklósok vannak, és Charlie-k vannak. Charlie-k, ilyen emberek, akik sokat tettek a magyar nemzet hírnevéért. Akkor következzen egy Charlie dal, és természetesen azt tesszük, ami a dolgunk. Jövünk vissza. Továbbra is az Élő Legenda őskövület című műsorát halljátok a civil rádión, a 98-as megahertzen, és vendégem
Horváth Charlie, akit mindannyian ismerünk, szeretjük a zenét, szeretjük a hangját, szeretjük magát a jelenséget, az embert, mert ez egy nagyon lényeges dolog, én mindig azt mondtam magamról, hogy elméletileg szeretne olyat lehet, ami mögött van ember, van kisugárzás, lehet érte akár rajongni, mondjuk aki rajongó típus, meg egyáltalán el lehet fogadni azt az embert úgy, ahogy van, és akkor követhető az, amit énekel. Mert ha valaki énekel valamiről, és ő nem olyan, hazudik, akkor az már nem hiteles. Legalábbis nekem. Charlie-kám, itt van egy másik Charlie, Berkes Charlie. Aki hát Isten áldja meg a Berkes Charlie-t. Aki azért a Hobo Blues Bandtől kezdve számtalan zenekarban játszott, de majd felsorolgatod ezt a 30-40 zenekart, mert ugye most ott volt a Rock Legendák kiállítás, és szeretném elmondani, aki még meg akarja nézni a Rock Legendák kiállítást, az jelen pillanatban a Csekovszki Művelődési Házban 17. kerületben megtekinthető még csütörtök estig, és akkor utána már nem, annak már Nagykanizsára kell utazni, jövő héten 15-én 19 órakor Nagykanizsán lesz a megnyitó, aki esetleg úton van rádióban, és hallja, ne feledjétek, 15-én Nagykanizsán, és már ott a Charlie-tól kaptunk egy csodálatos lemezt. Tényleg akkor egy gondolat elejéig, akkor még mondd meg, hogy mit kell tudni erről a lemezről, ami ki lesz állítva? Hát 1975 egy csoda, egy legendás társaság a Generál Zenekarban, akkor sikerült életem első lemezét felvenni lemezgyárba, ez volt a Generál Zenekar, ez egy kis lemez, és azért hoztam el, mert hát ilyen nincs. És olyan emberek vannak a zenekarban, hogy Tátrai Tibor, Solti János, Póta András, Novai Gábor, Várkonyi Matyi és én. Ez volt a legendás Generál Zenekar. Hát hallottam is ezzel a Charlie-kám, akkor te jössz, mert végül itt az lesz, hogy ketten beszélgetünk a Charlie-t, és akkor azt mondjuk, Charlie, engem megtiszteltetek, köszöntek. Elvicceljél már Charlie-t, egy komoly zenész. Elmondanám, hogy ebben a zenekarban, amit a Charlie említette, a Generál Zenekarban kettő dobos volt, felém a szíves figyelmeteket rá, ami ritkaság azért itt a zenegyedalomban. És hát régen csináltuk ezt a két dobosot. Most már az így van, vagyogat, de ezt mit találtuk? Így van. És egyébként volt szerencsé az ezeket hallani is egyébként, tehát ez tényleg nagyon jó zenekar volt, hála jó Istennek. Mit szeretnél hallani? Hát először is azt szeretném hallani, hogy azt már ugye beszéltünk, hogy egy ilyen névvel élni, mert ugye kiejtél azt a szót, hogy Charlie, akkor egyből ugye asszociálnak a Charlie-ra, de én meg tudom, hogy te egy nagyon jó zenész vagy, és hát ez egy tragikus. Tehát. Igen, de nem énekelek, úgyhogy nem, semmiképpen nem kevernek össze a Charlie-ra, amit eszedetlen. Muzsikus. Tehát akkor muzsikus. Tőled is tudjuk meg, hogy honnét ez az abszolút hallás, mert ezt annak nevezném, mert te neked tényleg szó szerint nem gyakorolni, meghalod a zenéket, és azonnal érzed a harmóniákat, és azonnal ott vagy. Mert már mindenféle műfajban hallottalak. Az nincs, mert az abszolút hallású ember az olyan, aki úgy ismeri a hangokat, mint más a színeket. Tehát majd ezt tudja, az egy G. Én nem vagyok ilyen, sajnos. Akkor, de mi ez képes, hogy mindenféle stílusból ott vagy? Hát, megmondom őszintén, a gyerekkorom sokat voltam beteg, állandóan szólt a rádió. Hol a Szabó családban, hol pedig zenék mentek. Reggeltől estig bent a zene, az operától kezdve a magyar nótáig, a tánczenéig, ami akkor volt. Igen. És az ember beleívódik az agyába az egész, és egyszerűen kialakul, ez megismer az ember a stílus, mert benne volt az agyamban, mielőtt még az egésszel foglalkozni kezdtem volna, szerintem. Ennyi az a legfontosabb. Aztán zongrázat tanultam, és zongra az agyon összefüggés, egy olyan elméleti dolog, egy térkép a zenész számára. Az a legnagyobb térkép. És nem véletlen, hogy a konzervatóriumban a művészek, akik bármi hangszeren játszanak, mindenképpen kötelező. A zongora az alap, igen. Hát ez egy nagyon teljesen normális dolog. Legkönnyebben lehet zenét szerezni. Nagyon okos dolgot mondtál, hogy térkép, szóval ez abszolút igen. És vizuális is, azért. Igen, mert vizuális láthatók is. Láthatók a hangok. Charlie-kám, akkor beszéljünk egy kicsikét arról, hogy ugye vannak olyan zenészek, akik nagyon sok zenét szereznek, nagyon sok zenét írnak, és vannak olyan zenészek, akik nem annyira szereznek zenéket, nem annyira írnak, viszont mindent játszanak. Te magadat hova sorolnád? Én indokteremtő vagyok. Tulajdonképpen én egy színművész vagyok, jó színész vagyok, mert azt játszom, hogy zenész vagyok, és elhiszik. Tehát én ilyen jóképű Palinak, mit nem akarod, hogy elhiggyek, ne viccelj. Nem tudom, én is írtam zenéket, nem olyan sokat egyébként, mint mások, sőt, szöveget is próbáltam írni, és mindent csináltam. Nem tudom, az élet úgy hozta, hogy találkoztam olyan arcokkal, akik ilyen vagy olyan zenét játszottak, és valahogy oda kerültem hozzájuk, és akkor ilyen véletlenszerűen néha meg direkt, és akkor meg tudtam mondani a feladatot, és akkor együtt muzsikáltunk. Hát így este van, akit én nagyon 80-as évben a country életben fogalma nem volt az egész, az ír népzetről, meg ezekről. És eljutottak engem egy zenekarba egy-két hónapra, hogy helyettesítsek valakit, aki már elment, és majd jön valaki.
és akkor pont Magyarország egy kanti hullám volt 86-83, és akkor benne voltam. És akkor... Hát, de az ember hallott már ilyen zenét az életében, valamilyen szinten azért el tudta képzelni, hogy milyen, vagy ha nem, akkor pedig hallgatott ilyen felvételeket, és akkor én nekem elég hamar beépült a stílus. Tehát az a fontos, hogy minél kevesebbet, én hangszerem, ugye elsősorban a basszusgitár, minél kevesebbet játszani, a fontos hangokat játszani, keveset cifrázni. Ezzel megmondtam mindent. Tudom. Egyébként a kevesebb legtöbbször több. Hát fontos, igen. A szünetnek óriási jelentősége van a zenében. Igen. Ahogy az ember minél idősebb lesz, annál jobban letisztul minden az ember, mert ahogy mondtad, a kevesebb többet jelent, mint a több. Tehát az első időkben, amikor minden tűvé akarsz tenni. Persze, egy dalban mindent eljátszani. Igen, és akkor, és ahogy kezdesz öregedni, úgy a lelked is, és minden kiformul, és kitisztulsz. Most még egy nagyon rövid kérdés, ami egy kicsit kényelmetlen lesz, de hát Csárlikám, hát mit számít? Neked nem lett kényelmetlen. Most a horvát Csárival beszélt. Így van, hát csak meg különbözhetik a hangokat, érted? Nehogy keveredés legyen. Nem számítottál egy ilyen megjelentést. Mert én is nagyon jól basszus gitározok. Hát a Csárlikám, azt hittettem, hogy egyedül. Egyébként, csak azt hittettem, hogy egyedül Csári. Látod, megbuktatlak én téged. Na, jó, van, édes. Szóval komolyra fordítva a szót. Volt egy időszak az életedben, amikor valamiért azt éreztem rajtad, hogy valami nem kerek, nincs valami rendben körülötte. Tehát így arcilag az egész a fellépéseid, tehát úgy éreztem, hogy valami ott történhetett vele, ez egy jó pár éve lehetett, mert azóta én, amikor látlak, tiszta a tekintet, hajad, ruhát, minden rendben, tehát érzem, hogy te egy egész vagy, egy kerek vagy, tehát valami megbékélte a világ. Mi történhetett ott? Úgy, ahogy mondod. Ugye, hogy mondom, ez nagyon, tehát azok az évek, amikről beszélsz, azok az évek voltak, hogy szó szerint szét voltam szakadva. Annyi helyen, tehát nagyon sok volt a fellépés, a tátrai lemezt csináltunk, ezt csináltuk, azt csináltuk, utaztam, szóval hogy mondjam, ja, és hát még volt egy másik történet is nyilvánvaló, hogy építkeztem. Az és próbára tesz mindenkit. Igen, és hát szó szerint padlón voltam. Azt hitték, van pénzed, mi? Igen. Ez de, már nagyon veszélyes. Szó szerint padlón voltam, és amit most megállapított, tényleg megbékéltem, nyugodt vagyok, minden csendben van, rendben van a család körül, jól vagyunk, elkészült a ház, 60 éves koromra elkészült egy ház. Nyugdíjad rendben van, biztos? A nyugdíj az nem a rendben, a 40 ezer forintos nyugdíjam van. Hát akkor te nem figyelj, te többet keresem, mint a Viki Dágyula. Abból mindent ki tudok fizetni. Hát végül is, hogy jó 30, akkor te 40, Somlajos 30, akkor figyelj, azért nagyon sok 10 ezer forint. De hát az az igazság, hogy tulajdonképpen a zenészkolák közül mondják, hogy nagyon komoly nyugdíjam van. Tehát, mert itt vannak zenészkolák, 20 ezer forintot kapnak, meg 16-ot, és vannak olyanok, akik szó szerint azt mondják, hogy nem tudják elintézni a nyugdíjukat, mert nincs semmi papírjuk. Hát Somlaisnak a gyógyszere többbe kerül, mint amennyit kap. Az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok a 98-as MHz-en a civil rádióban. Tudjátok, közel 100 kilométeren keresztül lehet fogni ezt a rádiót. Maradjatok továbbra is felünk. Következik egy Charlie dal. Az Élő Legenda őskövület című műsort halljátok. Két Charlie a vendégem, az egyik a horvát Charlie, akit mindannyian ismerünk, aki az Olimpia, a Generál, a Tátrai Band, az Express és hát a Charlie zenekarban zenét, meg hát sok másikban, de ezt nem tudjuk felsorolni, mint tudjátok, ehhez túl rövid ez a műsor, de lehet, hogy még egy élet is kevés lenne, főleg, ha elemeznénk, hogy kikkel zenélt együtt Charlie, de azért csak kikérdezzük majd ebből is. Másik vendégem pedig Berkes Charlie, basszusgitáros, aki számtalan zenekarban megfordult, köztük a Deák Billel is játszott. Charlie-kám, akkor kérdezném azt, hogy kik voltak azok a meghatározó zenészek az életedben, akikre egy Charlie is azt mondta, hát igen, ezekre érdemes odafigyelni. Ezekre talán nem is, hogy felnézel, talán ezeket úgy elismered a lelked mélyén. Igen. Nagyon-nagyon szerencsés ember voltam, hogy tulajdonképpen kezdetől fogva mindig nagyon jó muzsikusokkal dolgoztam. Én azt szoktam mondani, hogy sok zenésszel nem játszottam, már ahhoz képest, hogy van egy jó pár olyan kollégám, akik már szinte mindenkivel játszott.
Én azt nem mondhatnám, de hát meghatározó emberek voltak az életemben a kezdet-kezdetén. Sokan nem tudják, hogy a drága Szendrődi Zsolt, aki egy zseni volt, gitáros, a Liverszínek volt a gitáros, majd átjött olimpiába hozzám. Nagyon fontos, hogy ezek általában majdnem mindegy, akikkel dolgoztam együtt, a mai napig tart a barátság, és jó emberek is voltak ezek. Charlie, várj egy pillanat, ezzel megmondtál mindent. Tehát elméletileg jó zenéket csinálni, jó szövegeket írni, és együtt eljátszani, ahhoz mindenféle jó légkör kell, mert ha nem jó a légkör, az bemegy a zenébe is. Ez abszolút. És hát felsorolnék az egy pár nevet, hogy, és elnézést, hogyha valami kollégám kimaradna ebből. Ugye mondtam a Szendrődi Zsoltot, a Szabó Misikét, aki egy zseniális zongorista volt. Most a kezdeti zenekarból, akkor Picikét, a Szent Györgyi Andrist, aki kint van Kanadában, ez egy zseni dobos volt, a Solti Jancsinak a kedvence volt, mert oda járt ki hozzám, sőt a Szikorának volt a kedvencem, mert a Szikora tőle tanul dobolni, akkor még nem dobolt a Szikora, Robi. És sokat szoktunk ezekről a korszakokról beszélni, és aztán jöttek különböző zenészek, a Omegából a Kovacsics öcsi, aki a cseréltünk tulajdonképpen, mert a Molnár Gyuri odament az Omegába, és a Kovacsics ott volt gitáros, jött hozzám. Egy nagyon jó ember, nagyon frankó ember. Aztán kik voltak a zenekaromban? Volt egy Winkelmayer József nevű úriember is, egy pár ideig zongorázott, meg pozanozott a zenekarba. Az Droba Dani, a Daniel Bess, kitalálta magának a nevet, ő a Daniel Bess, és így is volt a személyigazolványába beírva. Aztán így mondhattam a Siriusból, elloptam a Tátrai Tibit, amikor kint hazajöttem. Szóval volt nekem egy ilyen nagyon jó kis zenekarom, a Pubi, a Kaszonyi Lajos, a Vörös Gyula, amikor az olimpia felbomlott tulajdonképpen, akkor lett ez a másik olimpia, és az utána lett a generál. A Tibivel még az olimpiában játszottam együtt, a Tátraival, és akkor utána elloptak bennünket a generálba. Ez egy nagyon, nagyon érdekes évek voltak, mert a saját zenekaromat kellett megszüntettem, az olimpiát, amiért én harcoltam. És ezek nagyon, nagyon, nagyon zűrös évek voltak, és hát külföldön 3 évet dolgoztam ezekkel az emberekkel együtt, és mint a testvérek, annyira szerettük egymást. És nagyon nehéz korszak volt, hogy én elmentem a generálba, de végül is az lett az a zenekar, hogy, ahogy az édesanyám mondta, hogy na most már végre látlak a televízióba, meg végre van már egy lemezed, és már szól a rádióba a Zenegép című szám. Jó, akkor is. Németnyiba Sándor ez kiegészíti ezt a gondolatot, én pedig akkor ismerkedtem meg a feleségemmel, pont amikor a Zenegép című dal debutált. Nem emlékszem a műsor címére, valamilyen hangjegy című egy műsor. Igen, egy millió fontos hangjegy című műsor. Igen. És hát a feleségem szerepelt ebben a videoklipben, és megmondom őszintén, hát akkor még nem volt a feleségem, de aztán utána 30 évig vele éltem, van egy lányom tőle, és van 2 csodálatos unokám, úgyhogy Csálikám, látod, már akkor odafigyeltünk rá, tehát mindenki figyelt, a feleségem egy másik vonalon, én meg egy másik oldalról, és hát most meg itt ülsz velem szemben, hála jó Istennek, úgyhogy hát maradjatok továbbra is velünk, hallgassunk meg megint egy Csálit, hogy azért történjen valami. Az Élő Legenda Őskövület című műsort halljátok, vendégem Horváth Charlie, aki az Olimpia generál, Tátrai Band és Express. És Pannonia Express. Pannonia Express, bocsánat, és hát a Charlie zenekar, és hát itt van mellettünk Berkes Charlie, aki a Billel játszott, de hát azért nem beszéltünk itt az Izi Laborról, ugye Jani Csákékkal is játszottál, sőt ott komoly dolgokat alkottál, ha jól tudom. És Orosz Laci, hát ez egy nagyon jó dobos, egy jó kis társaság volt. Tehát is tudnál erről beszélni egy kicsit bővebben? Én vagyok az ember, aki szinte mindenkivel muzsikált. Egyébként megjegyzem, hogy a Hobo Buzen egyetlen zenekarral nem játszottam. Azt mondom, neked mondom, hogy ugye... Most azt mondtam? Minden, azt mondtad az elején. Ja, az, nem, azt nem most mondtam. Azt az elején mondtad, igen. Igen? De Bull, a Billel viszont játszott. Billel nyomtam 3 mesztelenit, aztán meg felett. Játszottam Tunyagi Péterrel is, ami nagyon megtisztelő volt a számomra. Tehát játszottam igen jó énekesekkel is. És játszottam egy polgármester jelöltel is, Jani Csák Istvánnal, aki akkor még nem volt polgármester jelölt.
Sőt, még akkor énekes sem volt, csak egy ilyen Schuster Loránt jellegű figura volt az Izlabor zenekarnál. Nagyon fontos volt az ő személy, egyébként menedzser típus volt, és abban az időben nagyon jó szövegeket írt. És abban az arányjal, amikor ahogy kezdtünk a dolgot, kezdtek ezt a dolgot, nagyon jó volt az úgy, mert mindenki énekelt valamit. Ő is énekelt valamit, mindenki megénekelt a saját részét. Itt igazi nagy szólóénekesek nem voltak a zenekarban, de ilyen nagyon jó arányt tudtunk felállítani, és nagyon jó volt annak idején, amíg nem hitte magát énekesnek. Amíg később aztán egy másik... történt ez meg? Hát egy rendes srác egyébként a realitását. Egy polgármester jelöltről beszélünk, aki egy nagyon normális pali volt ideig, aztán később valamennyien ottan összebalhéztunk, nem akarok senkit se hibáztatni, mindenki azt hitte, hogy most nem tudom, ő talált ki valamit, meg hogy mikor kezdett lefele menni a dolog. És ki találta ki egyébként az Izilabort akkor, már itt tartunk? Hát itt, jó, kérdez szépen, az Izilabort úgy találtuk ki, hogy hárman, nevezetesen Györfi Sándor, Orosz László és jó magam, különböző formációkban próbálkoztunk együtt muzsikálni, és sosem sikerült semmi. És akkor véletlenül egy zenekarba kerültünk, amely zenekar ment külföldre. Például Norvégiában a Csárival találkoztunk, pontosan a Rammemann beszélgettem a Csárival egyébként, pontosan ott találkoztam vele. Tehát elkezdtünk külföldre menni, ahol éreztük, hogy a Jóisten segített bennünket. Györfi mondta épp, hogy ez egy intőjel, hogy most egy zenekar tudunk lenni, és tudunk pénzt keresni, és együtt tudunk zenéket hallgatni, és kitalálni valami új dolgot. És ez így is volt, amikor hazajöttünk Norvégiából, illetve még egy rövid német utazás után megcsináltuk ezt a zenekart. Ehhez a zenekarhoz kellett egy jó szövegi Radicsák István, mert rengeteg régi témánk és dalunk volt, amit hát ugye még is sosem tudtunk úgy igazán elővezetni, mert nem volt rá lehetőségünk, vagy módunk. És ezeket megcsináltuk szépen, csináltunk egy demót kérlek szépen, és az Izlabor névre úgy keletkezett, hogy a zenekar nevet kerestünk, és még ott nálunk Rákoshegyen a háznál, ott írogattunk ilyen papírra neveket. Volt benne kiskert, ajtókulcs, alsó rakpart, mindenfele volt, amit el tudsz képzelni. Szokás szerint. És volt Zizi, és volt Labor is volt természetesen. Na most Zizi normálisan leírva Z-I-Z-I-vel. És utána mentük ki még a német hajóra, 2 hónapig voltunk ott, és onnan üzentük, vagy nem tudom mi módon értesítettük a Nicságot, hogy a zenekar neve Zizi Labor legyen. Én személyesen olvastam össze a két nevet, és személyesen találtam ki egyben apostrofa az első zibető után, még abból az okból, hogy megkérdezik az emberek, hogy az miért van úgy, tehát már. És ez egy jól hangzott egyébként, bennem a játékosság is, bennem a munka is végül is, de hát nem akartam neki filozófiát teremteni, de hát végül is ez volt a névnek a története. A zene pedig, hát akkor jött a New Wave, ugye, amit kevertünk kicsit a rockkal, meg a fúvós hangzással, meg a populáris dalamokkal, és jobb a szövegekkel, és akkor ebből alakult ki a stílus. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ti velem vagytok, már most nem elsősorban rátok gondoltam, hanem a kedves hallgatókra. Hát ezért érdemes itt maradni, mert soha nem tudtátok volna meg, hogy tulajdonképpen az Izilabor hogy alakult, meg kik voltak az alapítók, hát megtudtátok hitelesen. Íme Berkes Csárli ezt elmondta, maradjatok továbbra is velünk, Élő Legenda, Őskövület című műsort halljátok, és akkor nagyon gyorsan meghallgatunk egy dalt. Élő Legenda, Őskövület című műsort halljátok, és Berkes Csárli szólni akar, lehet, hogy fenyegetni akar engem, itt voltak a kettesharcosok, ők ezt nem tették meg, K1-esek nem tették meg, Növényi Norbinak edzője volt, ami ezt nem tette meg, parancsolj! Nem fenyegetek. Birtokomban van egy ritkaság, kérdez szépen az első Izilabor koncert, ami 1986. január 22-én a Petőfi csarnokban volt. Ennek a koncertnek van egy felvételen állam, amikor először is hangzott el, az a fajta hangítónk woman feldolgozás, amelyet ugye mi játszottunk a Veres Gyászi asszonykor, és hogyha érdekel benneteket, akkor lejátszhatjuk vagy valamilyen módon, mert itt van a CD nálam. Meg egyéb CD-k is vannak, ha érdekel majd. Azt kell, hogy mondjam, akkor ezt megtörténik, félreteszünk mindent. Köszönöm szépen. Akkor most pedig engedjétek meg, hogy megint Charliehoz forduljak, és Charliekám, légyen kedves, fiatalokhoz szóljál. Az idősebb korosztály úgy is tudja, 40 körül már tudják azt, hogy itt létezett, sőt már 35-re, a hölgy ez még 20 körül volt. Most a fiatalokhoz beszélj, hogy milyen zenéket kellene hallgatni, miért jó az a zene, az a fajta ízlés, amit te csinált, mivel másabb ez a fajta ízlés, mint amiket egyes emberek képviselnek, és csak úgy vannak. Nagyon, nagyon nehéz erről a dologról beszélni, mert ugye mi abban a korban vagyunk, amiről itt beszéltünk, hogy nekünk egy szalagos magnónk volt, és arról írtuk le a zenét, nagyon felgyorsult a világ, és tényleg mi szó szerint
technika nélkül az első időkben két Vox hangfal a ifjúsági parkban játszottunk, és nagyon szerettük, amit csinálunk. Nem, tulajdonképpen pénzre sem ment ki ez az egész dolog. De megváltozott a világ, és a fiataloknak ez a felgyorsult világ szerintem sok ezeknek a fiataloknak. És hát én azt mondanám, hogy ha jó tanácsot tudnék osztani akár közönségnek, akár zenész barátoknak, vagy zenész gyerekeknek, fiataloknak, hogy csinálják ezt hobbi szinten, ezt az egész történetet, és akkor is pontosabban hobbi szinten csinálják, és nagy szeretettel, mert ez egy kihívás az életre, főleg most olyan sok tehetséges fiatal gyerek van, és tulajdonképpen nincs felvevőpiac, nagyon pici az ország, nem nagyon tudnak muzsikálni a gyerekek, nincs hol. Nehéz dolog ez. Minden és... összeg, de Charlie, akkor most megállítalak, bocs, hogy beleszólok. Oké, te már tudod, hogy te Charlie vagy, és nagyjából tudod, hogy milyen utat kellett bejárni ahhoz, hogy ide eljussál. Akkor most mondd el nekem, nem akarom kimondani, hogy itt milyen különböző tehetségkutató versenyek vannak. Szerinted mennyi köze lehet ahhoz, amit ők ott csinálnak, és milyen út kell még ahhoz, hogy ilyen karrierbe tudjanak futni, mint te? Tehát mi hiányzik még onnét? Mert itt be van csapva a nép. Nem, az igazság, hogy tehát itt tulajdonképpen ez a tehetségkutató történet, ez lehetne egy ilyen tehetségkutató történet, de mi már tudjuk, hát vannak iskolák. Hát vannak iskolák, el kell menni a póka iskolában, meg a jazzkonzira. Mi nem kell versenyzetni az embereket, pontosan tudjuk, hogy ki énekel jól a póka iskolában, úgy énekelek, vagy úgy zongorázik, vagy mert olyan tehetséges. Az én kollégáim mondják, hogy olyan fiatal basszusgitárosok vannak, meg zenészek vannak, hogy szégyellik magukat az én tanáremberek, mert a tanáremberek. Ez így van. Hogy olyan tehetséges, és nem azokat halljuk. Tehát ez a baj, hogy nem azok, tehát ez, nem tehetnek ezek a gyerekek, akik elmennek a tehetségkutató történetre, csak ez nem arról szól, hogy belőlük tehetséges ember lesz, hanem kizsigerelik őket, becsapják őket, és tönkre fognak penni ezek az emberek. Mert az életút az egy zenésznek, hogy amatőr módon csinálja, mert szereti ezt az egész dolgot, és aztán ha lesz belőle egy jó profi amatőr, annál nagyobb boldogság nincs. De hát ezt be kellene járni ezeket az utakat, és ezek a gyerekek nem fogják tudni bejárni. Charlie, mielőtt majd átadnám a Berkes Charlie-nak a szót, addig még egy kérdésem lenne hozzád, mert most már a műsor vége felé járunk, hogy megtennéd azt, hogy a kedvemért és az élő legenda a műsor kedvéért beszélnél bátran, őszintén, tiszta szívvel a családodról? Hát, nehéz. Hogyne. Leheted meg. Én, itt beszéltünk arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy kisimuljon az arcod, meg hogy nyugodtan tudjál elmenni dolgozni, hát a háttér. És én nagyon-nagyon boldog vagyok, mert ugye 15 valány évet voltam kint külföldön, és a fiam nélkülem nőtt fel, és körülbelül egy olyan jó 10 éve nagyon boldogok vagyunk. Tehát most is nagyon szeretjük egymást, 40 éve vagyok házas a Katikával. Ő feláldozta az egész életét, egy iparművész volt, feláldozta az egész karrierjét miattam, és hát most ugye elmúltunk 60 évesek, és bizony ez a hosszú-hosszú évek összehoztak bennünket szeretetbe, boldogságba. Hát most már csak azért harcolok, az én fiam is ugye elhatározta, hogy zenész lesz most már 10 éve, és ő csinálgatja a dolgait, és hát én nagyon szurkolok neki, nagyon nehéz. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy milyen nehéz most, mi tudjuk, mert akkor is nehéz volt, ugye? Berkes Charlie-ra nézek. Hogy tudjuk, hogy milyen nehéz volt, de most borzasztó nehéz. Hiába vannak ezek a különböző ilyen tehetségkutató versenyek. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz, és csak úgy csinálják szerintem a zenészek,
meg akik ezt tényleg szeretik, és harcoljanak meg érte, ha nagyon sokat kell harcolni, akkor is. Szóval én a családomnak mindent köszönhetek, hogy én egyáltalán vagyok, meg különben nem lennék. Csállikám, most még többet nőttél szememben, látod, milyen jó, hogy megkérdeztem ezt tőled, így óvatosan próbáltam, aztán még jó, hogy feltettem ezt a kérdést. Fölteszem neked is azért ugyanezt, mert mindenki más utat jár be, hogy neked mit jelent a család. Az én életem egy rendkívül zaklatott élet egyébként máig. Amikor mi nyugalom volt nagyjából a szüleimmel, egy hárman voltunk, csak mert egy gyerek vagyok, nekik nagyon sokat köszönhetek azért, hogy ez az egész kialakult nekem, és hogy egyáltalán ezzel tudok foglalkozni, mert sokat segített nekem még annak idején, mikor pályámat kezdtem, egyrészt a zeneiskolába jártam, klasszikus tanultam, és akkor is támogatták a törekvéseimet, amikor elkezdtem muzsikálni. Bár amikor anyukám azt mondta, és mellette zenérhez, tehát valamit csinálj, mert az kicsit felháborító volt számomra, egy lázadó voltam, és azt nem nagyon szerettem, kiléptem munkahelyekről ezért, és jártam magam útját, de ennek ellenére azért ő sokat segített nekem. Hát az az igazság, hogy elváltam kétszer, gyermekem van három, unokám van kettő, jelenleg barátnőm van már 9 éve, emberrel nem éltem még ilyen sokáig együtt, úgyhogy úgy néz ki, hogy későnyírú típus vagyok, és talán most megtaláltam az igazit, hála jó Istennek, úgyhogy most van egy kis nyugalom körülöttem, ami nem volt eddig nekem jellemző az életemre. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és én meg örülök, hogy ismerhetlek benneteket, és tisztelhettelek benneteket itt a Civil Rádió stúdiójában. Ez egy jó érzés, két értékes embert hallottunk, tehát még egyszer Horváth Csárli, aki az Olimpia, a generál, a Tátrai Band és a... Igen, egy pillanat. És hát most pedig jelenleg a Csárli zenekarral járja az országot, és mindenki ismeri, és mindenki szereti. Csárli, nagyon köszönöm neked. Én köszönöm a meghívást, örülök, hogy találkoztunk újból. Hát köszönöm a lehetőséget, és hát csókoltatok mindenkit a rádióba. Köszönöm szépen, és akkor még egy rövid szóval búcsúzik Berkes Csárli, hogyha akarod hallani ezen életet. Igen, akkor... igen, szeretném azt mondani még a fiataloknak, hogy ez egy nagyon tiszteletre méltó, nagyon, nagyon klassz első osztályú, a legelső társasjáték a zenélés. Csodálatos közösségi érzést szabadít fel az emberben, és hoz létre, úgyhogy tanácsolom mindenkinek, hogy igenis bátran foglalkozna a zenével, ha megér belőle, ha nem, mert egy csodálatos dolog. Tehát ez a legőszintébb dolog. Igenis, nem szabad ezt kihagyni senkinek, akinek van egy kis kedve, érzéke hozzá, igenis foglalkozzon vele. És hallgassanak nagyon sok zenét, mert sokféle jó zene van. Szép napot, csodálatos életet kíván Németh Nyiba Sándor, tehát Nyiba mester, aki a mikrofonnál volt. A 98-as MHz-en a Civil Rádióban az Élő Legenda Őskövület című műsort hallottátok. Ne felejtjétek, a nyiba.hu-n vagy a nyibamester@gmail.com, ott lehet nyibamestert kritizálni, bántani, és bátran dicsérjetek. Tudjátok, rám fér, szeretem, ha dicsérnek, elfogadom. Sziasztok, szép napot, és köszönöm nektek, hogy köszönjük a meghívást. Hello, szervusz. Uram. És a Berkes Csállitól pedig jön egy dal. Igen, leírjuk azt az oldalt. Jaj, de gyerekek. Bárcsak, nem nagyon fáradt vagyok. Jaj. Ma én sem úgy bírom, mint régen. Mint régen. Hát csinálunk egy közös képet, jó tudod? Jó. Ki tudja, a Csárlivel is mi beszélgetünk. Volt egy táskám, volt ettem, nem tudom. Be se hoztam ide. Már hiszta öreg vagyok, érted? Kár lenne elveszett volna a kivonatot, előtt ki behoztam. Öreg, tessék, megveszik, nem veszik el, mert ott van ott a Charlie. Az a Charlie. Ennyi hóban van. Charlie is elveszik. Nem tudom, pedig abban van, abban vannak CD többek között. Nem ez az. Nem ez az. Szeretek benneteket, tartsatok ki, vagy mit mondjam? Nagyon szeretek. Mondd ezt, hogy szükség van rám, szóljatok. Jó, megpróbálok valamit. Spontán. Való, spontán kell. Utána megkeresik a szépen. De megvan. Elhagyta a táskát, Csárlyát. Egy méter emelőd a táskát. Várj, én is hoztam a táskát. Egy táskát van benne a táskát. Fekete meg van. Ilyen nem akartad tenni oda. Nézd, hogy Csárlyát. Táskám, az kell. Jó, első jó lepár. Mondjuk a táskát, itt nem mondom, bár hát a Csárlyi szokott vagy.
Tényleg a földön volt. Hát, az kim van előtt. Már én ott hagytam, már borzasztó. Kár lenne, van itt a sárkányban. Kimegyek az előtt sárkányban. Nézd meg, jó, és akkor megvárom. Tedd rá ég dupla viszkére, csak hallgassunk bele egy pillanatra. Beszarsz érted. Csak azért, hogy a... Ilyet, hogy tudod, egy lerágott csont, és megcsinálta úgy vannak, hogy beszarsz. Hallgass meg. És hangja, hogy tudsz a virácska, egy picit. Este felé veszük a szobám, mint a sötét út támad rám. Valami erő csak fejtére várom ám. Yeah! A forróról szere szól, és összetöltem a rádió. Blues a kedvem, de senki se hangod rám. Megvan, mondtam, hogy kellene lennie. Én meg, figyelj, időként már az táskát el akarom dobni, tudod meg minden. És akkor meg, és várjál, és azt csinálom, állandóan elhagyok, és el kell menni érte ezért, hogy hódmezővásárra erre. Mert ott van, mert az összes íratom meg minden. Borzasztó. Visszamentem most az úszérről, mert elmélyéltem otthonról már. Csárli, Csárli Kukac, charliemusic.hu. Csalli a muzsica az egybe, tudod? Mert akkor nem van. Szóval Music. Most meg kapsz tőlem egy olyan CD-t, ami van egy műcsárli, akinek hasonló hangja van, mint neked. Jól van érzgetni. Nem kell csinálni. Tényleg az, amit tényleg kurva jó alakban. Kéne csinálni, egy panoptikumot kéne csinálni. És mi az öccsen a kollégákat? Ez mit tudom? Hát ez tetszik nekem az a dolog, csak hát költséges, hogy pénz nincs. Hát mit most nem maradni? De most nem tudom, hogy mi lesz a propagandákkal is, hogy mit kilódás van ezzel is. Hát nagyon tisztelek, hogy itt beleíző pénz ilyen dolgokat. Táskára figyelj. Ja, még megy a felvétel?